Sziasztok, Gianni vagyok, és újra itt vagyunk Razóval. Sziasztok. Akkor újra egy munka tutoriál videó következzék, amiben az úttisztítót mutatjuk meg, hogy hogyan is kell utat tisztítani. Ugye közmunka, ezzel ugye tiszták lesznek az utak, és mindenki boldogabb lesz a városban. Menjünk is be akkor a városházára. Szokásosan be is tölti okosan az objekteket, ahogy betöltötte, ki is írja. Mehetünk is oda a hölgyeményhez, hogy úttisztítók szeretnénk lenni. Én addig megint felmondom a munkámat. Munka felvesz, ugye ezzel tudtok munkát felvenni. Ott is van úttisztító. Ráklikkeltek, elvállal. Gratulálunk, úttisztítók lettünk, vagyis hát igen. Na akkor ügyesen szépen kijövünk városházáról. Na kérem, ha esetleg még nem láttátok volna az eddigi munkatutoriálokat, akkor szintén ezen a csatornán megnézhetitek azokat, és hogyha mondjuk tetszéseteket elnyeri, akkor munkát is válthattok, hogy ne legyen olyan unalmas az élet. Igen, Razó szokás szerint húzza a kilincset, de nem megy neki, mert gyenge kis nátszál kisasszony. Akkor el is indulunk szépen. Szépeket tudnék mondani. Az igen, szultánnal miatt lehet előzni. Na, igazából a városházától közel van a Kukás, így van, Kukás telepné. De akárhányszor erre jövök, az a tűzoltó mindig elmegy jobbra. Tehát, hogy ennek jobb munkája nincsen, vagy csak arra van tűz, a vandalizmusok. Aha. Na, okosba ide reparkoljuk. Na szépen, kérem. Ugye ez a Kukás és úttisztító telep, hogyha valaki mondjuk Kukás a szakmája, akkor az itt tudja a Kukás autót elvinni és járni vele a várost. Persze szigorúan csak munkaidőben és magáncélra nem használjuk. Serpés körülmények között. Így van, azt hozzá kell tenni. Hát mivel férfők, akkor egy ilyen gyönyörű rózsaszín autóba be is csücsülnék. Testezálló. Razókám, olyan széles a hátam, hogy nem férsz be, mással kell jönnöd, sajnálom. Na, per munka kezd, ugyebár ez a parancs, nekem ugye a kettes, mert ugye nekem ez a második munkám, és ha minden igaz, így van, ott jelzi is, hogy ott van az a kis piszok a területen, remélem azt mutatja. Oda megyünk szépen. Ezekkel a kis szörnyetegekkel aztán lehet róni rendesen a köröket. Hát így van, amúgy ha néha beleröhögünk, hát akkor karácsony van, szünet van, jó kedvünk. Így van. Senki nem gondol most az iskolára, hál' Isten, mondjuk vége van egy időre. Egy ilyen kis tiszteletbeli dudálás, hogy érezzék a törődést, hogy karácsony van. Na, akkor induljunk is. Razó, nem jössz? Hát nekem nem ugyanott van a checkpoint. Ja, bakker. Na igen, ez is jó, hogy benne van, mert ugye nem ugyanott vannak a checkpointok. És látjátok is, ott van az a kis piros cuccos az útkelős közepén. RP-sen áttértek ebbe a sávba, megálltok. Ki is írja 900 forint hozzáadva fizetéshez. Ilyenkor örülhetünk, hogy 900 forinttal gazdagabbak lettünk, ami nem sok pénz, de valljuk be, sok kicsi sokra megy. Alapon működik ez az egész. Hát meg nem kell hozzá a munkapont szó, az kezdésnek teljesen jó. Így van, kezdésnek. Hát én ezzel gyűjtöttem össze lényegében a kamionos munkáig, tehát 100 skill pontot keményen összeszedtem vele. Én közben azó én vissza is indulok a telepre. Jaj, megyek én. Annyi, hogy ugyanezt az RP-sen kell vezetni, mintha a sajátotok lenne, mert nem javítunk kocsit, tehát főleg akkor van. Nem az időrétek össze, meg egyébként sem. Hál' Isten, a szerver az lagmentes, tehát nagyon nem lehet arra fogni, hogy laggoltak volna, és amiatt hát, törött össze. Jó, az igazat megvalva igazából embert attól függetlenül tud laggolni, és a szerver nem laggol.
Na és akkor okosan ide-vissza is megyünk a telephelyre. És beparkolunk vele és leállítjuk a motort, mert hát fölöslegesen miért fogjon szegény, drága benzin, más nem tud akkor dolgozni, hogyha mi itt üresen járatjuk. Azt hiszem Razó pont most meg is jött, így van, pervév parancsal integetünk is neki, régi jó barátom. Ez igen, komoly kis szörnyeteg ez, bezony. Na szóval akkor ez a munka tutoriál videó lényegében ennyi is lett volna, ez az úttisztító meló, ez körülbelül ennyi, egyszerű mint a fajék, de viszont pénzt is lehet vele keresni. Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot és gyertek fel a szerverre, próbáljátok ki magatokat, hogy milyen is itt. Szerintem egy nagyon jó közösség van itt, és gyertek játszani, így van. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót, sziasztok! Sziasztok!